Eljutott hozzánk egy videófelvétel, amin Orbán Ráhel elmondja, hogy vannak emberek, akik szeretnének a magyar turizmusból sok pénzt keresni. A barátaival azon röhög, hogy ha van ellentételezés, akkor ez akár még jó is lehet. Orbán Viktorról nagyon régóta tudjuk, hogy hihetetlen mennyiségű pénzt rapott zsebre, konkrétan minden családtagja és a környezetében minden ember valami irreális gazdagodásra tett szert az elmúlt években, de eddig még soha nem volt bizonyíték erre, Orbán mindig mindent tagadott, pláne hogyha a családja került szóba. Persze én a családjának tekintem egyébként Mészáros Lőrincet is, aki ma már hivatalosan is a leggazdagabbak között van, de meggyőződésünk, hogy Orbán Viktor számos más strómanon keresztül hihetetlen mértékű vagyon fölött diszponál. Most, hogy egyébként előkerültek ezek az 1300 milliárdos tételek, amikről az uniós forrásokról beszélnek, egyre inkább gyanús, hogy ez valóban így is van. Az azonban, hogy a családja hogyan gazdagszik, eddig nem volt bizonyított soha. Most se bizonyítani tudom, hanem kérdésekre várnék választ Orbán Viktortól, hogy hogyan lehetséges az, hogy Orbán Ráhel, az ő lánya, állami tisztségviselőkkel arról egyeztet, hogy valakik Magyarországon a turizmusba be akarnak fektetni, és ha van ellentételezés, akkor az nekik még jó is lehet akár. De nézd meg előbb a felvételt, és utána folytatjuk. És ő nem. Nagyon akarják turizmus. Szóval az bizony magyarázatra szorul, hogy a miniszterelnök lánya hogyan egyeztethet állami tisztségviselőkkel arról, hogy valaki harmadik fél az magyar államon szeretne pénzt keresni, turizmus promotionon, ha érted mit jelent, mert én kevésbé, de hogy pénzt szeretne keresni a magyar államon, és ez csak akkor ha-ha-ha-ha, hogyha van ellentételezés. Tehát én azt hiszem, hogy erre nem csak Orbán Ráhelnek, hanem Orbán Viktornak is kell válaszolnia. Ez egy hosszabb felvétel, amin Orbán Ráhel még elmondja, hogy egyébként két szállodának az üzemeltetését is átvették, vagy a vezetését. Szóba kerül, hogy a magyar nemzeti kereskedőházakhoz majd pályáznak, illetve szóba kerül egy bizonyos ország nagykövetsége, ahol majd szintén segítséget kaphatnak az üzleti ügyeik intézéséhez. Ahhoz, hogy én ezt az ügyet végigvigyem, egyrészt nagy segítség, ha megosztod ezt a videót, és elküldesz minden olyan információt, ami esetleg neked rendelkezésedre áll arról, hogy milyen szállodákat vehettek meg, akik Orbán Ráhelnek adják át az üzemeltetést, dolgozik ő szállodában akár, kik ezek a fiatal emberek, akikkel beszélget, és itt a képen látod őket, vagy ha bármi olyan információd van, ami közelebb visz ehhez.